Jó reggelt kívánunk az uraknak! Jó reggelt, Müller kívánok. Péternek és Kanász Nagy Máténak. No, kezdjük a tegnapi bejelentésekkel, amiket Orbán Viktor elmondott. Egy picit itt elviccelte Tamás, hogy itt megoldja a 7. kerület problémáját, mert hogy 11 után ez volt az egyik bejelentés, be kell zárni a szórakozóhelyeket. Mit szólnak hozzá? Sok mindent tudnék mondani hozzá, de majd visszafogom magam. Mindenekelőtt, ugye én többször elmondtam, hogy ennek a kormánynak a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseit a teljes káosz jellemzi. Ez most egy újabb példa. Hétfőn a fővárosi közgyűlésben hosszú-hosszú vitát folytattunk arról, a fideszes képviselők által beterjesztett javaslatról, hogy 55 milliárd forinttal támogassuk meg a vendéglátást, a kulturális turizmust, ezt az egész idegenforgalmi területet. Ez volt a Fidesznek a javaslata? Ez a Fidesz, az összes fővárosi közgyűlésben benne lévő fideszes képviselő közös javaslata volt. Most hagyjuk, hogy ennek semmi realitása nem volt, de két nappal később a miniszterelnök mit jelent be? Hogy 11-kor zárjanak be a vendéglátóipari egységek. Na most, ha ezt a kettőt nekem valaki összerakja egy egységes járvány vagy krízis kezelésé, akkor annak gratulálok. Csöndesen mondom, hogy semmiféle problémánk nincsen már az úgynevezett buli negyedben. Hát egyrészt azért, mert nagyon kevesen vannak, tehát nincsenek külföldi turisták. Másrészt meg beállt az a rendszer, amit közösen megcsináltunk a vendéglátósokkal, a lakosokkal, meg hát az önkormányzattal működik együtt. Működik problémamentesen? Ez abszolút működik, tehát most már, hogy mondjam, persze mindig vannak kisebb súrlódások, most nem akarok idealizálni egy helyzetet, de ez egy működővé vált rendszer. Most akkor jön a miniszterelnök és keresztül vár, és az, hogy 11-kor zárjatok be mindent. Szóval csöndesen kérdezem, miért pont 11-kor? Tehát 10 óra, mondjuk 22 óra, 50-kor még minden rendben van, majd 23 óra, 05-kor hirtelen. Szóval teljesen értelmetlen. Igen, ez inkább a csendrendelettel függne össze, hogy a lakókat ne zavarjuk a járvány. Bízni, nem? Igen, nem, igen, ez így nem van. Ez lehet mögötte esetleg. Iszkor meg ugyanúgy terjed a járvány, mint 11 isznak, után. Isznak, ugye az ivás az volt már korábban is egy kardinális pont a járványi védekezésben, ugye, hogy foci meccseket miért lehet tartani. Ez egy bocsáss, lehet, hogy az az oka, nem? Ha már szóba hoztad hölgyként itt három férfi társaságban a foci meccset, tegnap este egy érdekes jelenség volt azon túl, hogy szakmailag ne elemezzük a tradi tegnap esti meccsét, hogy a stadionba ugye nem lehet bemenni, zárt kapus meccs volt, ezzel szemben a stadion előtt több ezer fős tömeg egymás nyakában lihegve, örjöngve, örülve velem együtt, és sokan mások is természetesen örültünk a sikernek. Ugyanolyan vagy még nagyobb járványügyi veszélyt okoztak egymásnak, hiszen a lelátón legalább lehet őket szeparán le lehet ültetni, ott pedig egymás nyakába ugráltak, senkinek semmilyen elemvetése nem volt, mondjuk rendőr legyen a talpának, aki ott szétosztatta volna őket abban a helyzetben, csak úgy mondom, hogy a gyakorlatban hogyan működnek ezek a megszorítások. Igen, jó reggelt kívánok. Én is azt gondolom, hogy a vírus az 11 óra után és előtt is fertőz sajnos, tehát ebből a szempontból nehéz értelmezni ezt az intézkedést. Nyilván ez egy újabb korlátozó lépés, csak kérdés, hogy időben vagyunk-e még, valószínűleg nem. Tehát, hogyha megnézzük, hogy tavasszal ugye jóval kisebb volt a járványnak a koncentrációja, és jóval súlyosabb korlátozó intézkedések voltak, most teljesen fordítva megfordult ez a helyzet, akkor nehéz értelmezni. Azért más volt tavasszal a helyzet, nem? Tehát azért az önök is úgy értékelik, akkor nagyon keveset tudtunk, még láttuk az olasz képeket, ami elég rémisztő volt, és nem volt itthon elég felszerelés, utólag talán ugye ez is kiderült. Nagyon úgy tűnik, hogy most viszont engedik ezt a járványt, most engedik. Nem tudom ennek milyen következményei lesznek, nem vagyok járványügyi szakember. Azonban azokat az intézkedéseket viszont egyáltalán nem látjuk, amelyek ennek a problémának a gazdasági, társadalmi vetületeit kezelnék. Tehát hol van az a bejelentés, hogy visszaállítják 9 hónapra az álláskeresési járadékot? Hol van az a bejelentés, hogy azoknak segítenek, például valamilyen minimum jövedelemmel, alapjövedelemmel, bármilyen támogatással, akik hónapok óta elvesztették a munkájukat, és nincs is esélyük, hogy találnak ilyen munkát, mert olyan iparágban dolgoznak, amit teljesen lenullázhat a járvány. Mint a szomszéd országokban meg is ezt tegnap beszélgettünk éppen, hogy Ausztriában épp úgy, mint Romániában működnek ezek a munkai támogatási rendszerek. Volt még más bejelentés is, ami szerintem nagyon fontos, hatósági áras lesz a teszt, és most már tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni. Mit szólnak ez, ugye 19.500 forintot jelentett be Orbán Viktor? Hát itt megint az ember vesz egy mély levegőt, mielőtt ezt kommentálja, és de hozzáteszem, hogy számos európai országban a járvány megfékezésének az egyik legfontosabb eszköze az, hogy ingyen és sokat tesztelnek. Na most gondolja végig, hogy van mondjuk egy 4-tagú család, ahol mindenki valamilyen oknál fogva, gyerekek vannak, iskola, nem tudom is, mondjuk kell 4 tesztelést végezni. 8-at?
8-at, igen, akkor szorozzuk be, én rossz voltam mindig matematikában, már be sem tudom szorozni. Tehát ez teljesen abszurd, azt kell, hogy mondjam, nem hatósági árat kellene megállapítani, hanem kellene egy olyan működő tesztelési rendszert, már kellett volna hónapokkal ezelőtt kitalálni, aminek a segítségével villámgyorsan lehet beavatkozni. Most mi történik? Ha ön ne adj úristen rosszul lesz, vagy betegnek érzi magát, akkor már letesztelik, és megállapítják, hogy hát tényleg azért van rosszul, mert hogy elkapta a vírust. Nem erre lenne szükség, hanem a megelőző tesztelésre folyamatosan és állandóan. Erről ennek a kormánynak egyetlen gondolata sincs. Szerintem az a helyzet, hogy nem nagyon tudnak mit csinálni, és tényleg ilyen kapkodó intézkedések vannak, hogy legyen hatósági áras. Most egyébként ezeket a teszteket körülbelül 20 ezer forinttól 40 ezer forintig lehet jelenleg elérni magáncégeknél a piacon, belőtték most a középárat, nyilván nem fog ez semmit sem megoldani. Itt az a helyzet, hogy van egy leépült egészségügyi rendszerünk, és ennek sajnos folyamánya, hogy nagyon kevés a teszt kapacitás. Tehát, hogyha itt napi szinten 8-10 ezer darab tesztet tudnak csupán elvégezni, akkor itt van az igazi komoly probléma. Lehet itt bármilyen ára, nem fognak hozzájutni sajnos a betegek vagy kontaktszemélyek a tesztekhez. Egész egyszerűen nincs kapacitás. Nyilván itt fél évvel ezelőtt egy nincs kapacitás. Ugye ezt mondja, bocsánat, ezt mondja az ellenzék, hogy nincsen kapacitás. Hogyha ingyenes a teszt, akkor még inkább nincs. Minél többet végzünk, annál inkább nincsen kapacitás. Tehát hogy lehet megoldani ezt? Orbán Viktor azt mondta, hogy harcban állunk, ugye jellegzetes szóhasználata, hogy hadi állapot lesz, és ebben minden feltétel. Hát állik fel, mind a személyi feltételek, mind pedig az egészségügyi védekezés eszközei megvannak. Amit nem tudom, önök hogy tapasztalat. Teljes kom. Ugye azt mondta, hogy az ellenzék azt mondja, hogy nincs kapacitás, szóval a baj az, hogy ez a tény, hogy nincs kapacitás, mi legalább kimondjuk, ők nem mondják ki, de a dolognak az a lényege, hogy ha nincs kapacitás, és én azt gondolom, hogy ez tényleg így van, akkor mi a kormány feladata? Nem az, hogy biztosítsa ezt? Tehát most megállunk, széttárjuk a kezünket, és az, hogy jaj, ilyen nehéz az élet, nincs kapacitás. Hát a kormány azért van egy Kásler Miklós, azért van egy EMI, azért van egy operatív törzs, még ilyen törzs, olyan törzs, hogy csináljanak valamit. Hát nyafogni én is tudok, de nekik csinálni kéne valamit. Szeretném mondani, hogy van ez a konzervatív kör, a felelős értelmiség köre, őrájuk aztán nem lehet azt mondani, hogy ezek ellenzéki politikusokból állnának. Ők mondták azt, hogy végre felelős kormányzást várnának el ettől a kormánytól. Hát ezt csak csatlakozni tudok. No, menjünk tovább, mert van még jó pár témánk. Említettük már a beköszönésben, hogy Ursula von der Leyen ugye az Európai Parlamentben tartott egy beszédet, tegnap évet értékelt. Dobrev Klára ugye tegnap nagy sikerként könyvelte el, mert hogy beszélt az európai minimálbér bevezetéséről és egészségügyi unióról. Az európai minimálbér hogyan működne? Ugye erről nem beszélt, tehát konkrétumokat nem mondott, csak azt, hogy lesz majd erre valamiféle javaslat. Hát az európai minimálbérnek az ügye, ha szabad azt mondom, évek óta napirenden van, és nagyon sok vitát váltott ki, ez egy nagyon komplikált és összetett dolog, most nyilván benn fogunk a részletekbe belemenni. Egy a lényegben, hogy nem azt jelenti ez, hogy mindenütt valaki mondjuk Berlintől Athénig és nem tudom, Stockholmtól Budapestig ugyanazt az összeget fogja megkapni, hanem az arányok lesznek, tehát a százalékos arányokról van szó, tehát nem arról van szó, hogy mindenki kap mondjuk 2500 eurót, vagy annak megfelelő összeget minimálbérként. Hirtelen bele is rokkan a Magyarország gazdasága, de az arányok azok mit jelentenek? Az arányok azt jelentik, hogy a GDP-hez, egyéb mutatókhoz viszonyítva állapítanak meg bizonyos százalékokat, hogy legalább ennyinek kell lenni a minimálbérnek. Illetve, bocsánat, fontos, hogy Magyarország rokkanna bele, vagy az Unió, tehát ezt végül is az Unió valamilyen módon finanszírozná, vagy az adott országnak kellene biztosítani a nyugát. Azért mondom, hogy ez egy összetett rendszer, és azért is mondom, mert ugye tudják önök is, hogy nagyon különböző mondjuk Luxemburgnak és Magyarországnak a gazdasági helyzete, hogy két kis ország. És a megélhetési költség. És a megélhetési költség is egyéb más dolog. Tehát itt most ott tartunk ebben a pillanatban, ami egy nagyon fontos lépés volt, és Dobrev Klárának abszolút igaza van, ez egy nagy győzelem, ez egy nagy lépés, hogy az Európai Unió fölvette hivatalosan ezt az ötletet, elfogadta, ezen most már szakértők dolgoznak, de ebből nem az következik, hogy holnap reggel ez meg is valósul. Hát valószínűleg azért az Unióval majd nem őrülnek olyan gyorsan. Az LMP támogatja ezt az elképzelést, nem az európai minimálbér? Egyébként, hogyha európai minimálbérről beszélünk, akkor igen, az LMP támogatja, és itt egyébként a demokratikus koalícióval, mondjuk bizonyos európai uniós politikákkal ellentétben, de egy platformon vagyunk. Tehát ezt abszolút közösen tudjuk képviselni. Arról van szó, hogy teljesen szétszakadt Európa centrumországokra és periféria országokra. Mi ugye sajnos a periférián vagyunk, óriásiak a különbségek, kellenek ilyen lépéseket, hogy ezeket kiegyenlítsük. Sajnos nekem van egy rossz érzésem,
ugye Ursula von der Leyen, a bizottsági elnökasszony, egy német konzervatív kereszténydemokrata politikus, Merkel asszony alter egója, és én nagyon azt gondolom, hogy ő valójában a német nagyipar, a német autógyárak, multinacionális vállalatok érdekeit képviseli valójában, és ezeknek a vállalatoknak egyébként nem érdeke ez a fajta szociális beruházás, mert ők pont abból élnek, hogy a periféria országokra kitelepítik ugye az összeszerelő üzemüket, ahol egyébként alacsonyabb, jóval alacsonyabb bérköltséggel tudják előállítani és összeszerelni azokat az autókat, termékeket, szolgáltatásokat, mintha ugyanezt ugye a centrumban tennék meg. Tehát egészen addig, amíg ez a érdekeltség fent áll, addig itt nem lesznek komoly lépések. Nem csak szociális téren, de tegnap beszélt ugye a bizottsági elnökasszony klímavédelmi intézkedésekről, hát ennek is várjuk ki a végét, mert amíg itt a nagyipar érdekei dominálnak, addig nem lesznek valódi klímapolitikai intézkedések. De jó, hogy említette ezt a témát, hát éppen akartunk egy mondatot. A parlamentnek is, meg a bizottságnak is, tehát az sem egy mostani folyamat, és nem csak a klímáról beszélt, nyilván az is nagyon fontos, de beszélt az egészségügyi unióról is. Az uniót nagyon sok kritika érte most egyébként azért a második hullámban, hogy tulajdonképpen az első hullám után nem tettek semmit azért, hogy legyen valamiféle közös védekezés az országoknak, rábízták az országoknak, ugye hallani ilyen kritikákat. Ez az egészségügyi unió, ez mit jelentene? Erről nagyon keveset hallottunk, ezt tudják? Ugye én azt gondolom, itt az a nagyon fontos szempont, amit hosszú távon szerintem egy ilyen, mondjuk akár egy évtizednek a távolságában, vagy kontextusában meg lehet figyelni, nevezetesen azt, hogy az Európai Unió politikájában föltűnik egy sor olyan lágy terület, ami szintén a közös politika irányába mozog el. A szociális Európa, amit elnök úr említett, az például az egyik ilyen szempont. A minimálbér a másik, a munka nélküli ellátás a harmadik, és az egészségügy a negyedik ilyen téma. Most nem arról van szó megint csak, hogy holnap lesz egy közös európai egészségügyi rendszer, de megtettük az első lépést abban az irányban, hogy legyenek közös standardok az európai egészségügyi ellátásban. Tehát ne legyenek olyan irdatlan különbségek, amik ma vannak. Valaki itt említette, talán éppen te említetted, hogy milyen lerongyolt állapotban van a magyar egészségügy. Hát tessék elmenni, nem kell nagyon messzire elmenni, tessék elmenni Ausztriába, vagy akár Szlovéniába, és lehet látni a különbségeket. Az egészségügyi unió a közös standardoknak a kérdése, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés, hogy ebben az irányba elindul. Az egészségünkről beszéltünk, fontos rész az egészségnek, ugye az egészséges táplálkozás és ezzel kapcsolatos hírünk is van tegnapról még közben azzal kapcsolatban, hogy amúgy is eléggé magasak, vagy magasnak tűnnek, sokan kifogásolják a hazai élelmiszerárakat. Most újabb rossz hír érkezett, hiszen kevesebb búza termett a vártnál, mint kiderült a napokban. Ráadásul a termés egy részének rendkívül rossz a minősége. A liszt ára emiatt 10%-kal emelkedik, és ebből következően a kenyér és a pék sütemények is valószínűleg drágábbak lesznek. Ezzel kapcsolatban nézzük meg a híradó összeállítását. Rendkívül rossz az idei búzatermés, állítják a szakemberek. Idén csupán a learatott búza 30%-a alkalmas őrlésre. Ez azt jelenti, hogy a malmok 10%-kal drágábban jutnak búzához. A pékek úgy kalkulálnak, hogy a liszt legalább 8%-kal drágulni fog. Sokan viszont úgy gondolják, hogy ilyen árak mellett jobban megéri, ha maguk sütnek kenyeret otthon. A keleti országrészben működő pékségek szerint hiába drágul a liszt, ők nem emelhetnek árat, mert a térségben élők most is nehezen tudják megfizetni a termékeket. Ebben a térségben a legnagyobb a munkanélküliek aránya, munkanélküliség, és ezért úgy gondolom az átlag fizetés is jóval elmarad a Budapest és környékéhez képest. Tehát ha megnézzük egy péksütemény árát, ott talán már a 400 forinthoz közeledik. Itt küzdünk azért, hogy 200-220 forintért el tudjunk adni egy péksüteményt. A gyenge minőségű búzával szemben a napraforgóból idén jó termés lesz, kukoricából pedig rekordhozamok várhatóak. Na, hát mit szólnak ez? Mi lesz itt a következő hónapokban? Jön a tél, és hát ugye ilyenkor a táplálkozás még inkább előtérbe kerül, és főleg az alapélelmiszerek, amelyeknek az árát jelentősen... Egyre nehezebb a helyzet, és ezek az élelmiszerárak elszabadultak. Tavalyhoz képest például a zöldségek, gyümölcsök ára majdnem másfélszeresére nőtt, tehát óriási a drágulás. Pont ezért indítottuk el, az LMP ezért indította el azt az akciót, hogy 5% legyen az alapvető élelmiszerek ára. Mi ezért indítottunk most áfa, az áfa csökkentés.
petíciót, parlamenti beadványt, erre hívjuk fel a figyelmet. Igenis, az, hogy az alapvető élelmiszer mennyibe kerül, egy állami felelősség, pláne egy ilyen válsághelyzetben, minden intézkedést tegyenek meg, hogy ezt be tudjuk szabályozni, akár az áfa csökkentéssel, igen. És a kenyér ugye az egy alapvető téma, már régi jó vagy rossz magyar szokás szerint, nem tudom, hogy alapvető élelmiszer, azért ez tényleg meghatározza. Szerintem a hangulatot is, meg sok minden egyebet befolyásol. A DK támogatja az aláírásgyűjtést? Azt gondolom, hogy minden olyan lépést támogatunk, teljesen igaza volt az elnök úrnak. De szeretnék egy másik szempontot felvenni, mert ugye nyilván egy önkormányzat másként szembesül ezzel a problémával, mint mondjuk parlamenti képviselők. Tehát nekünk az az elsődlegű feladatunk, hogy például ebben a belvárosi kerületben, a hetedik kerületben a rengeteg és tényleg nagyon sok rászoruló családot, gyerekeket, óvodásokat, megpróbáljunk segíteni abban, hogy hozzájuthassanak azokhoz az élelmiszerekhez, amikhez hozzá kell jutniuk. És csöndesen mondom, itt nem csak a kenyérről és a kifliről van szó, de például a gyümölcsről. Tessenek elmenni egy Lidlbe, vagy egy Aldi, és tessenek megnézni, hogy ott mennyi gyümölcsöt vesznek az emberek, mennyi zöldséget vesznek. Ön említette előbb az egészséges táplálkozást. Nekünk az egy nagyon fontos feladatunk, hogy segítsünk ezeknek a nehéz sorsú embereknek abban, hogy egészségesebben tudjanak táplálkozni. És ezért nyilván keressük a kapcsolatot a civil szervezetekkel, az élelmiszerbankkal, és minden lehetséges szervezettel, hogy e tekintetben segíteni tudjunk. Az ellenzéknek nagyon sok petíció és aláírás gyűjtése van, talán még most is fut több is. Hány aláírás kellene ahhoz, hogy el is érjenek valamit? Nyilvánvalóan minél több. Ezeknek az akcióknak az a célja, hogy felhívják a figyelmet ezekre a problémákra, és az embereknek egy olyan alternatívát mutassunk, hogy nem csak magunkról beszélünk, mondjuk választástechnikai kérdésekről, hanem programpontokról, vízióról, arról, hogy milyen legyen a 2022 utáni Magyarország. Legyen olyan, ahol van egy olyan egészségügyi rendszer, ahol, ahogy polgármester úr említette, alapvető standardok érvényesülnek, mindenki hozzájut az egészségügyi ellátáshoz, teszthez, mert TB joga megvan erre. Legyen olyan rendszer, ahol alapvető élelmiszerek ára államilag szabályozott, meghatározott. Legyen olyan rendszer, itt az idős gondozást is említhetnénk, ahol a szociális gondozó, kápolók bérét emeljük, ahol aki családtag és gondozza a hozzátartozóját, meg tud belőle élni. Milyen rendszereket szeretnénk kiépíteni, és szeretnénk erről beszélni, hogy ilyen rendszert fogunk kiépíteni 22 után. Hát az ellenzéki tárgyalások, ha minden igaz, akkor zajlanak, és talán néhány hónapon belül a programot is megismerhetjük, legalábbis ezt ígérik. Már köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük. Köszönjük szépen.